Mozgalmas a gabonapiac, mondta el stábunknak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Baranyai elnöke. Mivel a gazdálkodóknak az éve is elég mozgalmas volt, sajnos indult egy téli aszállyal, utána következett egy tavaszi csapadékhiány, és most is azt látjuk, hogy a megye összterületének bizonyos kis százalékán esett megfelelő mennyiségi eső, a többi felén azért még aszálynak vannak kitéve a növényeink, mindenféle növény, nem csak a gabonáink, a tavaszi vetési növények szintén. Hát sajnos az árak alakulását meghatározza a világpiac, látjuk itt a szomszédban az Oroszország Ukrajnának a háborúnak a hatására, az orosz gabona nem fog tudni ide érkezni hozzánk, az ott be fog szorulni, látjuk az áraknak az emelkedését, az inputanyagoknak az emelkedését, a mezőgazdaságban használt gépeknek az emelkedését, sajnos ezek mind befolyásolják az árakat, azt lehet látni, hogy az árak most egy picit stabilizálódtak egy bizonyos pontig. Nem tudjuk, hogy meddig fog ez így maradni, még azért pár napot kinnasszik, hogy megkezdjük az aratást. Most 8-a van, szerintem még 18-20 körül elkezdődik az árpának az aratása, az is még egy jelentős idő, búza az majd hónap végén Péterpál környékén, az időjárás nagyban az be fogja folyásolni. Rittlinger József hozzátette, hogy az őszi vetésű növények tavasszal nehezen indultak meg. Ezután egy kicsit a tavasszal az esők hatására azért csak-csak beindultak. Egyelőre nem látjuk még, hogy milyen termés az, ami realizálódni fog itt Baranyába. Azt tudjuk, hogy 60 ezer hektáron termesztenek gabonát itt nálunk. Azt látjuk, hogy azért a gazdálkodók közötti úgymond talajművelés hatásának különbségét is. Vannak nagyon szép táblák is, vannak sajnos igen gyenge minőségű táblák. Tavaly elmondtam, hogy télen azért aszály volt, aki kicsit később vetette a gabonát, az igencsak megtöpörödött, igen alacsony maradt. Vannak növénybetegségek, amit a megyében sajnos jellemző volt, a sárgarosda, ami eluralkodott a buzákba, tehát itt a gazdálkodót azért több irányból húzzák ezek a dolgok. Én úgy gondolom, hogy azért a piac, amit most az előbb elmondtam, stabilizálódott, a kereslet azért nagy. Látjuk, hogy a külföldiek is megjelentek itt Baranyába, szomszédországokból vannak már kereskedők, akik jelezték, hogy felvásárolnának. A termelők úgy látom, hogy azért nem nagy kötések vannak idén. Mindenki kicsit óvatosabb, azért tavaly nagyon, hogy az árak úgy azt lehet mondani megduplázódtak, ezért inkább a termelők kivárnak az eladásokkal. Milyen árakra számíthatunk? Úgy néz ki, hogy ez még marad is, tehát az, hogy a belföldi piacra megfelelő árumennyiség maradjon itt Magyarországon, ezért ez a kiviteli nem tilalom, hanem export bejelentési kötelezettség, ez megvan a gazdálkodóknak. Idáig, amint bejelentettek a gazdálkodók, mindenki megkapta ezt a kiviteli engedélyt, nem volt vele probléma. Azt látjuk, hogy azért a Magyarországnak az élelmiszerellátása azért biztonságban van, sokkal többet termelünk, hál' Istennek, mint aminek az országnak szüksége van rá, de továbbra is azért ezt a bejelentési kötelezettséget meg kell tenni a gazdálkodóknak, így védik a fogyasztókat, a belső fogyasztóinkat. Én úgy gondolom, hogy ez helyes is. Hát az árak alakulásáról az első növényünk, ami betakarításra kerül, az az árpa. Az árpának a most jelenlegi reggel néztem az árfolyamon, az 12.500 forint ér megy mázsája. A buzát néztem, az 14.200 forint, kukorica 12.300 forint, tehát 14 és 15.000 forint között vannak az árak. Ezek napi árakat jelentenek, ezek változnak, naponta 1-200 forintot föl le, vagy mínuszba, pluszba változnak, a napraforgó az 30.000 forint fölött van. A tavalyi árakhoz képest most nagy növekedés tapasztalható. Ezek a tavalyi árakhoz képest, ha buzát nézzük, akkor duplája. Azt el is mondtam, és a kukoricánál szintén ugyanez a helyzet. És a napraforgónál is. Tehát mindennek a duplája, de hát ez nem csak azért, mert nincsen, ennek más hatása is van, amit elmondtam. Az inputanyagok, ha megnézzük, akkor 5-6-szorosára emelkedett. Előző évben még 5000-ért vettük a műtrágyát, de hát most 30000-ért, tehát ez 6-szorosa. Az ősszel kiszorandó, úgymond 3x15-ös műtrágyáknak például 40-45000 forintba kerül mázsája, nem tonnája, mázsája. Tehát amit idáig megvettük 10-12 000 forintért, ott is azért meg háromszorozódott, és a gépáraknak a megduplázása, a munkadíjnak a úgymond emelkedése, az alkatrésznek az emelkedése, tehát mind-mind befolyásolja ezt a gazdálkodóknak, hogy mennyire fogják tudni adni a növényeket, és nem beszélve akkor még, amit nem tudunk befolyásolni, az időjárást.
a májusi viharok pedig károkat is okoztak. 9-e és 12-e között az országban a legtöbb bejelentés Baranyából érkezett, összesen 6 alkalommal. A pontos adatok még nem ismertek, annyit lehet tudni, hogy a Búzát és Borsót érintett a jégverés.